Az első előadás az a Bukaresti Drámai Rock Színházának a részéről érkezett, egy bűvész úriember a Magitot Én Vagyok című bűvészmutatvánnyal. És hát úgy gondoltuk, hogy egy ilyen háromnapos gyerekrendezvénynek elég jó kezdete lenne egy bűvészműsor, ami így megalapozza az egész hétvégés varázslatot, amiben remélhetőleg mindenkinek része lesz. Mi nagyon bíztunk benne, hogy meg tudjuk idén szervezni a fesztivált, úgyhogy már év eleje óta készülünk erre. Több meghívottunk volt külföldről, viszont ők sajnos a vírus miatt nem tudtak itt lenni. Egy törökországi produkció lesz, ami egy árnyszínház vetítés lesz. Sajnos az alkotóművész ős nem tudott itt lenni, viszont a produkciót azt elküldte nekünk, és megengedte, hogy bemutassuk a közönségének. Illetve egy lengyel-román koprodukció lesz idén, ők itt vannak, valamint egy francia animációs rajzfilmet láthatnak az érdeklődők. Ők úgy tudom, hogy ők is csak a felvételt tudták elküldeni. Idén nagyrészt romániai színházaknak, erdélyi színházaknak a művészei jöttek. A Kolozsvári PUCK-báb színház egy bemutatóval készült, a Magyar Társulatnak itt a fesztiválon lesz a bemutatója, a Vasiláki és Möri Ára a világ körül című előadás, illetve a Magyar Társulat két előadással jött, a Tornyocskával, amit holnap délelőtt láthatnak az érdeklődők a Bánfikastélyban, Boncidán, valamint az Erdély Történelmi Múzeumban lesz egy egyszemélyes előadás, az egyik bábszínészünknek a saját produkciója, Kötő Áronnak, egy Mátyás király legendát dolgoz fel az előadás. A jegyek azok nagyrészt elfogytak, úgy tudom, hogy talán még a vasárnapi főtérre, itt a főtéri előadásokra van néhány hely még. Nagyon hamar elfogytak, ezt azt hiszem, hogy annak tudhatjuk be, hogy a közönség az most már nagyon-nagyon várta, hogy valamilyen rendezvényen, szabadtéri előadáson részt vehessen.